Every breath you take, every la-la lake. Mutatják be az új terméket, és nézze asszonyom, látja? Már ki is mostuk, ugye milyen szép fehér lett ez az ing? Hát szép, nekem kockása jobban tetszett. Igen. Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok! Ez pedig itt a fülelő. Mai kibeszélőbe elhoztuk az A Day to Remember legújabb lemezét, a You Are Welcome-ot. Hetedik, van, így van, így nagyon van. Jó, el tudtam olvasni. Nagyon jó vagy. Na és hát, na, tehát hogy azért na, valljuk be, hogy nem erre számítottunk. Én nem számítottam semmi, sose voltam ADTR-es, kimondottan, tehát ez meg abszolút te asztalod, úgyhogy. Na, tehát hogy... Legyen bontakozzál ki magadban. Én a Bad Vibration... Szakálladom lesz, van egy kis szösz, úgyhogy lesz. A kutya fájja. Pólódról biztos. Lehet. Szöszöl a póló. Szösz. Mi a te? Fölveszed a földről, ez az első szavam. Fölvettem a földről. Komoly. Gyönyörű. Ilyen szemvisszájú vagyok. Fennvitájú? Fennvitájú. Jó, oké. Na, szóval... Who made this guy? Most nem is itt. De érzem, hogy itt. Szép! Jó. Csak megcsapott a monster szagot. Szép! Egyszerbe jutott, hogy who made this guy? Igen. Egyszer már tényleg valakit nézzem már meg a Monster több az meg. Na! Írni kéne, hogy csinálni egy ilyen 20 perces Donate This Guy kompiláció, és elküldeni nekik, hogy igen. Na! Na! Szóval azért az ADTR-től nem feltétlenül erre számítottunk, még annak ellenére sem, hogy az előzetes dalok azért eléggé megosztóak voltak, valljuk be, mert ugye a Degenerate-szel kijöttek, amire én azt mondtam, hogy nekem az kurvára bejön az a dal egyébként. Nagyon tingli-tangli az. Na, nagyon tingli-tangli, tehát egy nagyon jó Simple Plan dal, de... De hogy be tud ragadni. Há, tehát nekem az a izé, hogy kurvára be tud ragadni, és a jó popdalnak az ismérve az, hogy beragad a füledbe. A rossznak még inkább egyébként, de ezt most ne nyissuk meg. Engedjük el, igen. És akkor ugye utána jött a Resentment, ami konkrétan az album legjobb dala szerintem így. Nálam is az egyik konkrétan. Igen. Utána jött ugye a Mind Reader, ami hát az a punkos része az ADTR-nek. Nem a legerősebb, de egy jó dal, korrekt dal. Aztán utána jött a Brick Walls, ami szintén így ránk rúgta az ajtót valamilyen szinten. Ott a No Escape, No Future című bridge. Igen. Szövegében ez a igen. Bridge. Az 10 pontos, az a lemez egyik fénypontja volt nálam. Sajnos, én nem döngölést raktam volna utána, hanem egy ilyen hasonló refén. Mind a Mind Readerben ott például utána. Meg nekem fura volt a vége egy kicsit, hogy tényleg ez a... T. T, és fél perc múlva T, és akkor tudod, azt várnál, hogy... The best, igen. If someone get it, the best. És ugye, azt várnád, hogy akkor utána valami über brutálja jön, és nem, és vége a dalnak, és jön a Mind Readernek a kis popos riffelé, vagy bontogatós intrója. Igen. Na, de, és akkor utána még az Everything We Need kijött még, mint ilyen akusztik sessionön, és akkor én azt hittem, hogy amúgy ez nem biztos, hogy akusztikus dal lesz, de hát lemezzárónak elfér, oké. Okay. Uh-huh. Na! És ezzel a felütéssel mondom, oké, 14 dal lesz a lemezen, ezt tudtuk, ha még a maradék 8-at, vagy mennyi, még maradék 9-et, bocsánat, még odapakolják olyan istenesen, rendesen, ADTR-esen, osztan. Akkor én meg leszek véve kilóra, dekára, gramra, minden faszomra. És kijött a lemez, és először, mikor végigmentem rajta, én ráírtam a Lecire, az NFR-es Lecire, mert hogy ő hatalmas ADTR-es. Zárójeles sztori, egyébként mondta, hogy neki van valami gyűjtője valamelyik lemezből, és hogy fogtál le már olyat, mert hogy olyan a borítója, hogy ilyen dombornyomot mond. Azt mondtam, hogy még nem, azt mondja, na majd akkor egyszer a kezedbe adom meg a lemezt is. Na, de és... neki írtam meg, hogy de, hogy ő mint hatalmas ős fan,
mit lát ebben az egészben, és azt mondta, hogy 2021-ben egy pop-rock csapatnak kb. Ilyen lemezt kell csinálni. Mondom, ez teljesen oké, én ezt még alá is írom, de hogy az ADTR nem pop-rock csapat. Tehát ő nekik az egyik védjegyük, mióta megalakultak, az a kőkemény breakdownokon és hörgésen alapuló metalcore, bazd meg. Meg a punk. Meg a pop-punk, így van. És nagyon-nagyon nehezen jutottam el odáig, hogy én így rendesen nekiveselkedjek ennek a lemeznek. Tehát nagyon rég jött olyan lemez, amit én szeretni akartam. Imádni akartam, és nem tetszett elsőre, nem tetszett másodikra, nem tetszett harmadikra, és tizedikre is nekimentem azért, hogy bazd meg, ez tetszeni kell. És ez a maximális részrehajlás egyébként, amit én megélek bármikor is így fülelő terén, de nem tehetek róla, mert az ADTR tényleg egy olyan banda, akit én megveszekedetten imádok az első 5-6 lemez. A debüt az még nekem annyira nem, viszont ami a másodiktól jött, az azonnan dekára meg vagyok véve állandóan. És ahhoz képest meg ezek a Bloodsucker, az egy B-oldalas Fallout Boy dal. Full jellegtelen, igen. De csak ugye annyi a kivétel benne, hogy a Fallout Boyba a Patrick Stamm még a szardalokra is tud olyat énekelni, hogy elismerően csettintsen, és bármennyire is Jeremynek az ének témái hozzák vissza a lemezt a sok helyen, de mégse egy akkora énekes, mint a Patrick Stamm. Ugyanígy például a Fuck Your Money című dal, az meg konkrétan a tavalyi a tavalyi Machine Gun Kelly lemez több dala reggelire megeszi. És az ilyen pillanatok miatt mondom azt, hogy azért, figyelj, 42 dalt vagy mennyit írtak meg a srácok, azt mondták, és mondták, hogy volt benne olyan, ami páros lábbal rúgja rád az ajtót, sőt, over the top, annyira brutális. Erről a 14 dalról beszélünk? Nem, abból válogatták ki ezt a 14 dal, és azért lehetett volna itt még fejet vakarni, hogy mit hagyjunk le, nem? Tehát, hát hogy... akkor figyelj, most elgondolkoztam azon, hogy melyikre gondolhattak, ez melyik az over the top dal, mert olyat nem hallottam. Tehát pont ez volt a lemezzel a bajom, hogy több olyan dal volt, amit tetszett, amit hallgattam, de olyan überschlager, mint egy All I Want például, na olyat nagyítóval se. Igen. Én egyébként azt tartom elképzelhetően, hogy a sok bába között elveszett a gyerek, nem? Lehet. Mert rengeteg producerrel dolgoztak, csak három név, ugye a lemez felé, majdnem felében benne van Colin Britton, mint dalszerző, aki dolgozott már sok más között a Papa Roach-sal is. De ott van Josh Wilbur, ugye Lamb of God producer, Will Patney, nem kell mutatni szerintem, aki nézi a fülelét már régóta. Kisebb nagyon mértékben egy-két dalra ők is belefolytak, meg még jó páran. És általában ezt a dalt az ADTR-esek velük írták, és ők is keverték meg. Hangsúlyozom, a Wikipedia szerint. Igen. És az az eléggé mérvadó tud lenni ilyen dolgokban. Nem tudom, hogy hol csúsztak el. Szerintem ott csúsztak el. hogy is fogalmazzam? Tehát, ahogy hallgattam a lemezt, a Viva la Mexicótól... Az mennyire jó. Kurva jó az a dal. Igen, nagyon. Elkezd működni valami. És többször neki kellett futnom, mire rájöttem, hogy itt érted meg igazán, hogy ők mit is akartak ezzel a lemezzel elérni, szórakozni. Mm. Semmi más nem akartak csinálni, olyan zenét csinálni, amilyet akarnak, mindenféle kompromisszumoktól mentesen. De ez viszont tök jó. Tök jó, és a változás is tök jó. És a popposodással sincs semmi baj. És hogyha nem azt kapod, amire vártál, azzal sincs sokszor semmi baj, mert több zenekar tudott úgy változni, hogy az előnyére szóljon, és ne a hátrányára. Viszont, ami a legnagyobb baj, hogyha nem tudsz jó dalokat írni. És itt bukik meg az ADTR nálam több helyen. Egyszerűen nem maradandó, se a szöveg nem kiemelkedő, se a zene nem kiemelkedő, együttesen meg aztán végképp nem kiemelkedő. Igen. És, ja, mondd csak. Parancsolj, nem. És szerintem
a mindenféle stílustól függetlenül mindenféle zenének ez a hatalmas rákfené, ha nem tudsz jó dalokat írni. Igen. És én többször olyan érzésem volt, mintha Jeremy is csak azért énekelne, mert ő az énekes. Nem azért, mert ez rohadtul benne volt és ki akarta írni. Nem azért, mert akkora dallam jutott eszébe, hogy leszakad a plafon, hanem azért, mert hát ki kéne már adni ezt a lemezt, nem? De akkor énekeljük valami. Ha már két éve húzódik, nem? Na az meg a másik, hogy két éve húzódik, 19-re kellett volna jönni, és azt mondták, hogy azért nem jött ki, mert hogy nem volt még kész az artwork meg a mixing. És most, hogy megnézzük mind a kettőt, meg meghallgatjuk, tehát hogy akkor mit csináltatok az elmúlt két évbe? 19-re lapot húztak, hogy 21 legyen. Igen. Na. Mondjuk visszatérve tényleg az a gond, hogy nagyon-nagyon színvonalában nem egységes a lemez, mondhatni hullámzó. Tehát ott vannak az olyan dalok, mint a Mind Reader, a Last Chance to Dance, ami a lemez nyitó riffével operál lényegében, az, és hogy szól az a gitár? Hát azt keverte a Will Patney itt a minőség, köszönjük szépen, megérkeztünk. Jó, mondjuk azért, ahogy fölhangosodik a gitár, én ott vártam volna a fight. Fight. A Second Sucks-nak az elejéből meg kiköpött pont ugyanaz, de engedjük el, igen? Van ez a kettő, aztán van még a Resentment, Viva la Mexico, ezek itt tök jó dalok, még a Brick volt is ide sorolnám, és akkor ezek után így jön egy olyan, hogy Only Money, egy High Diving, ami nálam, még a Reentry is, ami igazából így az abszolút jellegtelen kategóriában, sőt az Only Moneyhoz annyit írtam, hogy a lemez abszolút mélypontja. Ott azért én néztem, hogy mi a körülmetélt lófasz ez baznak. Mit hallgatok? Tényleg izé? ADTR? Hagyjuk. A High Diving az szerintem nem egy rossz dal, én ott éreztem először, hogy végre valami gondolatot is visznek így a dal szerkesztésbe, nem csak a nyolcados van, hanem kicsit próbálkoznak, és aztán rájöttem, hogy ez egy tök jó Simple Plan dal szintén. Tehát, hogy azért itt nagyon olyan áthallások vannak több előadótól, és akkor még nem beszélünk arról, hogy még a Last Chance-nek a refrénje is konkrétan valahonnan áthallás, ott van a Reentry-be a imámámámámámámá, az konkrétan nyúlás valahonnan, csak két hete nem jutok eszembe, hogy hol hallottam ezt, de szóról-szóra, hangról-hangra. És igazából ez a másik rákfenéje az egésznek, hogy nem annyira eredeti. Uh-huh. És tényleg nem az van, hogy minden dalba izét vártam a Disrespect Your Surroundings, és akkor nem erről van szó, hanem egyszerűen csak tényleg ötleteket, jó dalokat, jó dallamokat, egyediséget, amit az ADTR konkrétan feltalált, vagy úttörője volt egy műfajnak. Tehát az, hogy onnan, hogy az úttörőségből visszasüllyedsz egy másodrangú pop-punk, pop-rock bandává, az mennyire gáz már? Hát igen. Igen. Tehát igazából, ahogy Dinnyi és Lajos megkérdezte 1947-ben, hogy milyen ország az, ahol életek a miniszterelnök, úgy azért McKinnon helyében is megkérdeztem volna magamtól, hogy mi, hogy 42 dalból tényleg ezek a legerősebbek? Igen. Tehát, hogy... Igen. Érted? Hova akarok kiukadni? Konkrétan ez kicsit olyan egyébként, mint a Linkin Parknál volt a Minutes to Midnight, amikor azt mondták, hogy több mint 100 dalból válogatták ki ezt a 12-t, és ugye akkor mindenki egy Meteora, vagy egy Hybrid Theory 2.0-át várt. 3.0-át, mert a Meteora 2.0. Jó, hát na úgy, de érted. Értem, persze. És nem az lett, és akkor ott is mindenki fölhúzta így a szemöldökét, hogy biztos ezek voltak a legerősebbek? Tehát nem kellett volna még válogatni egy kicsit? Jó, de azért... Bocsánat, és annyit akartam csak rákötni erre az egészre, hogy de a Linkin Park az működött továbbra is, mert ott volt egy Mike Shinoda szintű zseni. Ugyanúgy, ahogy... Meg egy Chester szintű zseni, aki a szardalokra is olyan énektémát pakolt, hogy elsírtad magad. Igen. A gyönyörtől. Igen, például ott a Shadow of the Day, ott van a Leave Out All the Rest, ott van a még a Valentine's Day, ami sziruptól csöpögő, szerelmes popdal, én még azt is tudtam szeretni. Uh-huh.
És akkor ott van a BMTH, akinél meg ott van egy Jordan Fish szintű zseni, aki szintén működővé tudja tenni azt a hatalmas 180 fokos váltást, ami végbe ment a zenekarnál. És az ADTR-nél nincs ilyen zseni. Meg az Architects-nél meg az Architects-nél sem volt. Ezért húztuk ott is a szánkat, és ezért húzzuk itt is a szánkat, mert pont az a nüansz hiányzik, ezt sokszor mondom, de tényleg pont az a nüansznyik is zsenialitás hiányzik, ami a középszert is átlendíti a holdponton. Na, az itt nincs meg. Így. És mondom, tehát nem tudom, évek óta nem volt olyan zenekar, vagy lemez, amit görcsösen szeretni akartam. Uh-huh. És tényleg azt mondhatom, hogy a 14 dalból szerintem egy 10-et már jóra tudtam hallgatni. De egy ADTR-t ne kelljen már jóra hallgatni. Az fogjon egyből, nem? Igen. Tehát még a Bad Vibrations is, ami sokkal durvább volt, mint az előtte levő kettő, és tényleg mindenféle kompromisszumtól mentes, azt is tudtam imádni. És itt meg valami olyan új irányt vettünk, amivel nagyon akarok, csak még nem tudok azonosulni egyszerűen. Nagyjából ennyi a mondandóm, szerintem. Ja, és hogy hiba volt a Fueled by Ramen-nel leszerződni. Nekem ez a... Mi az előtt hol volt? Hogy... Hát az első pár lemez az a Victory Records-nál jött, aztán ott pereskedtek, meg eljöttek, és akkor a Common Courtesia, meg a Bad Vibrations az azt hiszem függetlenül jött ki, azt ők adták ki maguknak, és hát nem véletlenül a két legkompromisszummentesebb, általam legjobban szeretett lemezek között van. Tehát, hogy szerintem ott ők, amit akartak, azt már megcsinálták, itt én maximálisan érzem azt, hogy a Fueled by Ramen, aki mint Paramore, mint Fallout Boy, mint 21 Pilots, ilyen zenekarokkal, hogy lehetne egy lapon említeni az ADTR-t? Hát popdalokat kell írni, gyerekek. Igen. Igen. Itt tartunk. Ez kicsit olyan, mint hogy amikor a Guns N' Roses befutott, akkor az összes kiadó szerződött a Guns kópiákat szarásig. Ja, igen. Meg a Mötley Crüe kópiákat szarásig, hogy majd úgy... Ez olyan kicsit, tehát a Fueled by Ramen ugyanúgy, ahogy a Frontiers például az ilyen gitárhős muzsikáknak, aha, meg az ilyen soft rockos muzsikáknak a gyűjtőhelye, az irék mondjuk az extrém metal, bár nem jut eszembe, de nemrégiben beszéltünk pont, hogy lemezre, ami irékes lemez, ez fing nincs, hogy kerültek oda. Na mindegy, itt meg a Fueled by Ramen, tényleg ez a popos vonal erős náluk, és hát ebben bele tuszkolták, gyanítom, hogy kicsit erőszakkal az ADTR-t is. Ja, úgyhogy nem tudom, mondjatok jókat. Nekem a Viva la Mexicótól tökre működik a lemez, előtte is vannak tök jó dalok. A Resentment szerintem a top, a Brick Wall az kurva jó, a Last Chance to Dance kurva jó, a Mind Reader is tök jó. Tehát, hogy igazából tényleg az van, hogy csak pár dal az, ami így kilóg az egészből. De... Szemeidben ott van Mexikó. Az. És az a baj, hogy jobban hasonlít erre. Na mindegy. Szóval mondjátok el, hogy mi a véleményetek. Én most már ez a nagyon sokadik olyan zenekar, akiben egy kicsit csalódok, és ez most már kezd afelé tendálni, hogy na ezért szeretem én a Bury Tomorrow-t, meg a Protest the Hero-t, meg az ABR-t. Mert őtőlük megkapom azt, amire számítok. És minden mellett hozzáteszem még egyszer, mielőtt valaki lebuzisz, hogy de imádom a popzenét, és imádom a változást is, csak azt nem imádom, hogyha felejthető dalokkal van tálalva az egész. Imádjuk a változást, de a minőséget még jobban. Tehát, hogy igazából ez ennyiről szól semmi egyébről. Írjátok meg, hogy mit gondoltak a You're Welcome-ról. 7. ADTR korong, number 7. Így van. Aztán legközelebb megjövünk, most mondják. Írjál, iratkozzál, változzál. Írjál, iratkozzál, mi van a Mexikó? Ah, tényleg, írjál, iratkozzál, mi van? Írjál, iratkozzál, mexikózzál! Néha dubajozás van, akkor mexikózás is. Tényleg, akkor van. Írjál, iratkozzál, mexikózzál. Szevasztok. Sziasztok. Adios. Arr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 
hangra. Igen. Meg a spanyol gitár. Meg a spanyol tudás.
Prlim. Mi volt az a prlim? Hát nem végig pengedted. Ja? Prlim. Ennyi. Da-da-da-da-da-dan. Hét, hét húros fejlag itt. Nem, elfelejtett a számot. Na jó. Gyönyörű. Az a végig elkezdődik. 8 húros. 12 húros. 12 húros. De ott egymás alatt van. Hát nem, van, amikor duplán van húrozva. Azt mondom, hogy nem így vannak egymás alatt, hanem így. És akkor tudsz vele Wish You Were Here-t játszani. Na! Mi köszönjük! Oh my countryman, Wish You Were Here. Engedjük már el. Miért? Mármint magunkat, köszönjük Texas, el. Texas, ez tök jó. Tudom, tudom. A de Texas. Texas a Mexikó. Mexikó. Tényleg, de az is délen van, náluk az már izé. Délen van. Spanish félig, úgyhogy. Délen van. Jaj, Spanish, adjál a Spanish-re. Ez most a Tony Braxton-tól a Spanish gitár jutott még eszembe, hogy tényleg köszönjél a faszba. Mert... Szevasztok, hello, sziasztok. Sziasztok. Ja, meg a izé, a re-entry. Ma-ma-ma-ma, éjj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 j
100%-ig, hogy nyúlták valahonnan, és nem jövök rá 2 hete, hogy honnan.